A Pápai Kékfestő Múzeum a Múzeumok Őszi Fesztiválja országos programsorozatban ezen a szombaton egy igazán témába vágó ötlettel várta a látogatókat. Azt kérték, hogy hozzanak magukkal farmert, és itt szaggassák, koptassák, színezzék, mintázzák. Természetesen nem kell megijedni, a farmer nadrágok koptatása és szaggatása csak az egyediség kialakítása érdekében történt. Habkővel lehetett dörzsölni, vagy kékfestő mintákat lehetett rányomtatni. Vejlandics Amira már többször részt vett hasonló programon, szereti, ha egyedi ruhákban járhat. Egyedileg tudjuk csinálni, és úgy csinálod, ahogy szeretnéd, és attól szép igazán. Jobb, mint egy drága ruha, tényes való, mert hiába dobsz ki érte sok pénzt, ez saját magad készítetted, és attól egyedi. Szuper Rózsa már évek óta foglalkozik régi farmerek átalakításával, ezúttal egy helyes kis tarisznyát készített a gyerekekkel. Régóta gyűjtöttem az ilyen farmer zsebeket, kivágtam a farmerből, ha nem használtam fel, és azt akkor a kékfestő anyagokat szintén kivágtuk, és abból tudtunk készíteni ilyen kis tarisznyákat. A gyerekek ügyesek, nyakukba akaszthatják, a vállukra tehetik, de tehetnek bele pénzt, vagy papírzsebkendőt, bármit. Készíthetnek nagyon szép kis könyvjelzőket, kirojtozott farmerból, és akkor még lehet olyat csinálni, hogy a farmer maradékokat szinten összevartuk, ezt is gyerekek fogják kidíszíteni, és ebből én összevartam a kis zsebeket, a gyerekek meg tovább díszítik a fantáziájuk szerint, de rajzolhatnak is rá a gyerekek az ilyen zsebre. Többféle zseb van, ezt szeretik a legjobban a gyerekek. Én legjobb is azt vettem észre, mert erre tudnak fület csinálni, és maguknak készíthetik, de volt olyan gyerek is, aki szépen ráírt és az anyukájának készítette. A farmerral már nagyon régóta foglalkozom, és mikor volt egyszer a kiállításom a könyvtárba, oda csináltam pár olyan dolgot, hogy kékfestőt vartam rá. És ott nagy sikere volt, azt bejöttem a Kékfestő Múzeumba, ide az eladóba, és megkérdeztem, mondvá, hogy vagy azt mondják, hogy kidobnak, vagy semmi, és akkor azt mondták, hogy tetszik nekik, mivel a farmer meg a kékfestő édestestvérek, festékanyaguk ugyanaz, és akkor én elkezdtem, elég sok mindent csinálok ide a boltba is, meg szívesen segítek a gyerekeknek is, de a gyerekek ilyen egyszerűbbeket csinálnak, amit aztán mindjárt tudnak használni is, mert ők annak örülnek. Tehát ne kelljen hozzá nagyon varni, meg nagyon szabdalni, úgyhogy az megmarad nekem a táskáknak, meg az ilyeneknek. A Pápai Kékfestő Múzeum ez évben is csatlakozott a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, ezúttal az újrahasznosítás jegyében. Mint Méri Edina szakmai vezető elmondta, arra bíztatták a jelenlévőket, hogy alakítsák át a farmerjeiket, kombinálják kékfestő anyagokkal. Farmer Kék Trend címet viseli a programunk. Ennek az a lényege, hogy a kékfestőst és a farmert összekombináljuk, ugyanis a két anyag nagyon kapcsolódik egymáshoz, mivel ugye az indigo mindegyiknek a festő anyaga. És úgy gondoltuk, hogy mivel van egy nagyon jó kis farmergyűjteményünk, és hát van egy mini kiállításunk és az Örök Életű Farmer címmel, hogy csinálunk egy olyan napot, ami a farmer és a kékfestő jegyében fog telni. Ez azt jelenti, hogy a farmert át lehet alakítani, többféleképpen lehet rojtozni, lehet koptatni, lehet rá különböző díszítéseket applikálni, felvarrókat felvarni, rávasalni, hímezni, akinek van erre türelme és energiája, illetve kékfestő mintával is meg lehet mintázni a farmer. És emellett még egy divat bemutatóval is készültünk. Ez egy nagyon rendhagyó divat bemutató, ugyanis ezeket a darabokat mi állítottuk össze, kékfestő és farmer kombinációjával. Ezzel azt szeretnénk szimbolizálni, hogy tényleg a két anyag az nagyon passzol egymáshoz, nagyon jó, ki tudja egészíteni egymást, és szeretnénk inspirálni mindenkit arra, hogy használja a kékfestőt, és használja a farmert, és használja ezt a két anyagot együtt. A jelenlévők láthatták a farmer felhasználásának széles skáláját,
melyek bemutatásában a Vadvirág Néptánc Együttes tagjai működtek közre.